Sok szeretettel köszöntjük az emberiség.hu nézőit. A vonal túlsó végén itt van velem Nemere István író, és egy, hát rendhagyónak mondható, vagy nem is tudom minek mondható, új műsorsorozatba kezdünk. Ugye Nemere Istvánnal már találkozhattak a nézőink korábban, hiszen amíg Budapesten éltünk, akkor többször is meglátogatott minket a stúdióban, és akkor ott beszélgettünk különböző érdekes témákról, és gyakorlatilag ezt a hagyományt szeretnénk most folytatni Istvánnal, és nézzék el a nézők, hallgatók, hogy tegeződni fogunk, hiszen én 15 éves korom óta ismerem Istvánt, úgyhogy elég sokszor szoktunk beszélni. Úgyhogy hát át is adom a szót, aztán még mondok egy-két dolgot itt azon kívül, itt az elején, mielőtt belekezdünk a mai témánkba. No. Hát gondolom, hogy még közben bele is kérdezett. Na, a lényeg az, hogy a mai témánk, hogy... Felvezetem mindjárt a témát, de még mielőtt belevágnánk, bocsánat, a témánkba, ugye néztem az oldaladat, hogy most már 776 könyved jelent meg, jól látom? Igen. No, hát akkor gratulálok. Még csak, aha. Mondom én, mert ez nekem még kevés. Illetve itt az elején egy-két ilyen úgynevezett szolgálati közleményt is elmondhatnál, hogy legközelebbi eseményen hol találkozhatnak veled, nem tudom, erre készültél-e, hogy ezt el tud mondani. Tehát, hát hogy... nem igazán, mert még nincsenek olyan biztos dátumok, amiket megmernék hirdetni. Most már a plázákban a dedikálásoknak vége szakadt. De jön a strand szezon, majd úgy tudom. Magyarországi helyszínen lesznek. Jön a strand szezon, gondolom. Úgyhogy talán most még dátumokat és helyeket nem tudok mondani. Jó, akkor majd egy legközelebbi alkalom, illetve amikor majd lesz lehetőség. Igen. Akkor térjünk is rá akkor a mai beszélgetésünk témájára. Ugye nem olyan régen borzolták a kedélyeket, vagy nem tudom mennyire borzolták, hogy különböző UFO-k jelentek meg különböző nagyhatalmak légtereiben, és akkor rögtön kiküldték a légierőt, és lelövöldöztek mindenféle UFO-nak vélt, vagy nem tudom minek vélt tárgyakat. És nekem az jutott eszembe, hogy nem tudom mennyire szerencsés az, hogyha mondjuk tegyük fel, hogy egy idegen civilizáció valamilyen járműve, vagy valamilyen megjelenik a Föld légterében, akkor rögtön azzal fogadjuk, hogy lelövöldözik őket. Én azt gondolnám, hogy elsősorban inkább kommunikálni kellene velük, és gondolom ez úgy szokott működni, hogy valami figyelmeztetést küldenek emberi nyelven, hogy na, azonosítsd magad, és hagyd el a légteret, és stb., mert ha nem, akkor lelövünk. És akkor ebből adódik a kérdés rögtön, ugye amiről beszélgettünk már egy-két szót, legalábbis korábban telefonon, hogy hogyan lehet kommunikálni ezekkel az UFO-kkal, vagy nem tudom, idegen civilizációval, ugye? Ez az a nagy kérdés, ami felvetődik ilyenkor. No, hát, hogy azért ne legyen félreértés, itt az előbbi felvezetéssel kapcsolatban ugye voltak megjegyzések, hogy mostanában történtek, de ezek nem mostanában történtek legjobban, legalábbis, csak most hozták nyilvánosságra. Tehát ott, amiket láttunk a tévéhíradokban, különböző filmek, amiket a vadászgépek pilotái automatikusan készítettek az úgymond célpontokról, de sose lőtték le egyiket se. Na, azok az elmúlt évtizedekben készültek, csak most hozták őket nyilvánosságra. De ez persze csak egy mellékes dolog, mert a mi témánkat ez mondjuk így nem annyira érinti, hiszen én olyan beszélgetésekre, talán idézőjel nélkül gondoltam, amelyek az idegen civilizációkkal talán nem itt a Földön zajlanak, bár ugye, mint láttuk ezekben a híradókban, ez minden valószínűség szerint járnak itt ilyen lények. Én most inkább arra koncentrálnék először is, hogy ha innen a Földről valahová kellene kommunikálnunk, akkor ez hogyan zajlana le, milyen buktatókra kéne vigyázni, mik azok, amiket majdhogy nem lehetetlenségnek tartunk, bár én ezt a szót nem szeretem, vagy legalábbis nagy nehézségeknek. Igen, először is ugye... Ezt ugye az ember úgy képzeli el laikusként, hogy akkor valami nagy
Láttunk ilyen mozifilmeket is, hogy ilyen nagy Igen. tányérszerű, mint hogyha egy műholdvevő lenne, de az nem vesz, hanem ad, és akkor itt mindenféle jeleket, rádiójeleket, rádióhullámokat sugározzunk ki a Földről, de hát ez milyen jelek? Ezek matematikai jelek? Vagy mi az, ami egy Na egyetemes igen, nyelv hát pont lehet? ez az, de az első kérdés az lenne, hogy van-e kivel kommunikálni. Ezek után az előbb említett idegen járművek a Föld légkörében, stb. Kérdés, ugyanazt sugallja, hogy igenis lenne kivel, de vannak még nagyon sokan, akiket arról kellene meggyőzni, hogy egyáltalán az ilyen kommunikációnak lehet-e bármiféle értelme, mert ők úgy vélik, hogy ezek a legradikálisabbak, hogy nincs is rajtunk kívül semmilyen civilizáció, semmilyen értelem a nagy világegyetemben. Tehát a dolog szerintük eleve hamis, és kár is felvetni, és ezen töprengeni. Hát persze én és azért nagyon sokan, vagy talán a többség azoknak, akik ezzel foglalkoznak, meg van győződve arról, hogy igenis vannak másféle értelmes lények a világegyetemben. Tehát valamiféle kommunikáció előbb vagy utóbb, de mindenképpen beindulhat, sőt lehet, hogy szükséges is lesz. De akkor felmerül az, hogy mifélék lehetnek ezek a lények. Na igen, ez egy nagyon fontos kérdés, mert ugye én több felvetésben is láttam, vagy hallottam, vagy olvastam, hogy ugye kétféle megközelítés létezhet, hát ugye más nem, hogy vagy barátságosak, vagy barátságtalanok ezek az idegen lények, és olvastam nem régiben egy cikket, ami arra figyelmeztetett, hogy hát nem is olyan biztos, hogy jó, hogy mi itt nagyon hirdetjük, hogy itt vagyunk, mert mi van, hogyha mondjuk egy olyan fajjal találkozunk a világűrben, amelyik nem barátságosan állna hozzánk, és Amelyik így agresszív, igen. felfedjük magunkat, és akkor a nyakunkra hozzuk úgymond a bajt. Na most akkor én megfordítom itt, amit akartam mondani, a másik sorrendet, akkor ezzel kezdeném, ugyanis vannak itt közkeletű tévedések, amikre te is céloztál az előbb, hogy jobb lenne hallgatni, és jobb lenne, ha nem szólnánk semmit. Nagyon érdekes módon, és kicsit furcsán, a Stephen Hawking, aki ugye nemrégen halt meg, és Igen. ezen a téren az egyik legnagyobb elme volt, az is egy ilyen alapvető tévedésbe esett pár hónappal a halála előtt, mikor is azt mondta, hogy jobb lenne, ha nem nagyon hirdetnénk az itt létünket. Hát ő és mások, nagyon sokan, még tudósok között is akadt, de az ritka, politikusok között annál inkább, emlékszem, volt egy nagyon buta amerikai szenátor, aki ezt nehezményezte, hogy ne, hallgassunk, üljünk itt csöndben, és lapuljunk, amíg nem leszünk olyan erősek, hogy esetleg felvehetjük a versenyt valamiféle kozmikus civilizációval. Nos, a lapulásnak 100 éve lett vége. Hát azóta sugározzuk a rádió jeleinket és a tévé jeleinket a világűrbe. Pont a 20-as években, a múlt században indult el a kereskedelmi rádiózás. És lehet, hogy megrázó lesz sokak számára, amit most mondok, de azóta 100 éve, és minden évben egyre növekvő mértékben, száguldanak el a rádió jeleink a Földről ki a világűrbe. Mert sokan úgy képzelik, hogy sugároz egy rádiót, én meg veszem itthon a készüléken, aztán ennyi, beszélek mobilon a nagynénémmel, és azt se hallja senki más. Hát nem így van, mert a rádiójelek minden irányba terjednek. Igen, Persze ez. az ilyen mobilokból származók az elég gyengék, de hát vannak nekünk sokkal nagyobb rádióadóink is, és bármilyen furcsán hangzik, kérem szépen, ezek a jelek egy ilyen gömb alakban minden irányba terjednek a Földtől. És mivel egy fény év alatt, ugye egy év alatt iszonyatos mennyiségű távolságot tesznek meg ezek a jelek, most úgy képzeljük el, hogy a Föld egy 100 fényév átmérőjű rádiójelekkel sűrűn telerakott gömb közepén száguld a nap körül. És És ez azt is jelenti egyben, igen, mondjad. rögtön felmerül a kérdés, bocsánat, ne feledd szabad, hogy milyen Igen. távolságra tudnak ezek a rádiójelek eljutni egyáltalán? Mert ugye azt látjuk, Hát, hogy mondjuk egy helyi igen. regionális rádióadó az csak besugároz mondjuk 20-30 négyzetkilométernyi területet, az teljesen más itt a Földön, gondolom, mint ami eljut a Igen. világűrbe. Igen, hát egy részét az ionoszféra visszaveri, de azért nagyon sok eljut a világűrbe is. És bármilyen furcsán is hangzik sokak számára, de a Szabó családot,
ami ma már nem hallatszik, de mondjunk egy tévésorozatot, a Barátok köztet, valahol valakik vidáman végignézhetik. Mert azok mennek, azok a jelek most is mennek, és 100 és 100 millió évek múlva is menni fognak, az más kérdés persze, hogy időközben roncsolódnak ezek a jelek, ritkulnak, belekerülnek mágneses viharokba, meg ki tudja miféle kozmikus eseményekbe, és akkor úgy szétszorodnak egy kicsit, tehát mondjuk 100 fényévre innen már nem valószínű, hogy pontosan tudják venni bármelyik adásunkat, de azt, hogy mi vagyunk, és innen jönnek ezek a jelek, azt minden technikai nehézség nélkül vidáman meg tudják állapítani bármikor. És akkor el is... Tehát a... Igen? Igen. Mondjad? Nem akartam beléd folytani a szót, csak rögtön adódott bennem a következő kérdés. Nyugodtan, hogy de hát miféle jeleket tudnak ők mondjuk... Hát jó, fogadni tudják, de hát mi is mondjuk, ha fogadunk a világűrből valamilyen jelet, akkor egy ilyen, hát ugye megint a filmekhez nyúl vissza az ember, hogy mit lát, hogy akkor ilyen különös hangzajok, meg mit tudom én, esetleg ritmikusan ismétlődnek, meg ilyen krikszkrakszok jelennek meg a monitorokon. Tehát mi az a nyelv, vagy mi az a forma, ami akár érthetővé tudná tenni az üzenetünket, vagy nem tudom, tehát gondolom hát érte. Most még olyan idézőjeles üzenetről beszélünk, amit ugye önkéntelenül küldünk akaratlanul, és nem is fektettünk rá nagyobb hangsúlyt, hogy ezek bármit is jelentsenek, vagy hogy valakinek címezzük. Ebből, amit az előbb elmondtam, azért annyit tudnak, hogy vagyunk. És azt is tudják, hogy hol vagyunk, és azt is tudják, hogy a rádiotechnikai fejlettségünk alapján körülbelül a tudományunk milyen szinten van. Ez érdekes, De hát, hogy mi... Igen? Ez érdekes, hogy ezt ebből meg lehet állapítani, tehát, hogy a rádió jelekből, hogy na, ez hát a civilizáció. Hát nyilván a rádió jelek minősége, főleg, ha elég közel, idézőjelben közel vannak, tehát nem azokkal a jelekkel találkoznak, amik már szétszórodtak és sérültek és roncsolódtak, hanem valamiféle épkézlábadást is tudnak venni. Nem kell nekik ezt érteni természetesen, ahogy mi sem értjük. Lehet, hogy még egy jó ideig ők is azt hiszik, hogy ez ilyen kozmikus háttérzaj, amit mi is veszünk mindig. Ezért nálunk óriási szenzáció, ha néha egyszer valami a számítógépek a jelhalmazból kiszűrnek valami olyasmit, ami értelmes jelre volt, tehát mintha azt valakiknek küldték volna, nem biztos, hogy nekünk, hogy küldték volna valakiknek, és abban van valami logika. Ez először a 67-ben fordult elő, ha jól emlékszem, aztán volt egy még később is, a 90-es években talán, amikor úgy tűnt, hogy valami értelmes jelsorozat érkezett, de ennek nem lett semmiféle folytatása, annyit tudtunk megállapítani, hogy milyen irány volt, melyik csillagkép felől, de hogy ez milyen messzeségből, azt nem tudjuk. És soha nem volt folytatása, legalábbis az eddigi eseteknek nem volt folytatásuk, tehát így a nagy lelkesedés aztán lelohadt itt a földön, mert mégsem arról volt szó, hogy valaki nekünk üzen, vagy egyáltalán bárkinek üzen. És ez a másik, úgymond év idézőjelben, ami azoknak ad fegyvert a kezükbe, akik szerint itt mi csak egyedül vagyunk, és mi hiába is ülünk itt és várjuk a jeleket, már pedig nagy apparátussal 1962 óta folyamatosan több mint 60 éve van egy apparátus, csillagászok működtetik, amelyik folyamatosan figyeli a világot, és több millió hullámhosszon, tehát egymáshoz nagyon közeli kis hullámhosszokon, de azok ezrein és százezrein, figyelik egyszerre a világot, most már ugye számítógépes technikával ezt meg lehet csinálni, hiszen egy emberek ezt nem bírnák, de ezek a gépek figyelnek és jeleznek rögtön, ha valami logikára, értelemre utaló apró jelet találtak. Igen, akkor, igen. Ez óriási mondja. Dolog már, ugye, hogy hihetetlen sokat fejlődött a számítástechnika, erről is volt több cikk is, hogy most már milyen szinten tudják ezeket a jeleket küldeni. Ami még megütötte egy picit a fülemet itt a beszélgetésünk elején, hogy azt említetted, hogy a legutóbbi UFO mizéria, tehát amikor itt vadászgépek szálltak föl, és akkor kiderült, hogy hőlégballon, meg mit tudom én, miket lövöldöztek, vagy nem lövöldöztek le, azt mondod, hogy ezek nem mostani esetek, hanem ezek régiek, csak most vették elő őket.
Igen, most Ez lehet smertélyben, hogy egyáltalán figyeltek egész Magyarországon. figyelemelterelés, tehát Ezek, mert valamiről. eddig tagadták, hogy egyáltalán nincs elnökség, és ők nem foglalkoznak vele. Most ezek a filmhíradók meg stb. Ezek bebizonyították, hogy igenis egész idő alatt figyeltek, és rögzítették, amit lehetett. Na, Érdekes. mondd tovább. Hát ez lett volna a kérdés, hogy miért most vették elő, tehát szerinted miért most kerültek elő, tehát hogy el akarják terelni valamiről a figyelmet, vagy most ez nem is tudom, hogy mi volt az oka annak, hogy tehát megtörténik egy esemény, és akkor nem azonnal tudósítanak róla, hanem valamikorra időzítik, hogy ez, na, ezt majd most tárjuk az emberiség elé, vagy nem tudom. Tehát Hát miért? ennek nagyon sok oka lehet. Nyilván rögtön születnek összeesküvés elméletek is ezzel kapcsolatban is, de én azt hiszem, hogy a kezdeti tagazás, a kezdet alatt most a 40-es évek végétől kezdve értjük. A kezdeti tagazás és a magas tagadás és mindenféle állvizsgálóbizottság felállítása, majd megszüntetése, amelyek ugye mindazt az eredményt hozták, az eredmény szót ismét idézőjelbe, hogy nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább menni. És akkor úgy látszik, a jelenségek annyira megszaporodtak, és annyira hogy mondjam, kitörtek az ellenőrizhetőség korlátai közül, most már mindenfelé sokat beszéltek róla az elmúlt évtizedekben, tehát ez talán ezt késztette az illetékeseket oldal, vagy elég volt, ha egyikük úgy döntött, például valószínűleg a kanadaiak, hogy a minisztériumok kiadják, aztán akkor jött a láncreakció, akkor kiadta a mexikói légierő, és aztán kiadta az USA légierő, és így tovább, és még mindig várattak magukra a kínai, orosz és egyéb felvételek, amik kétségtelenül léteznek szintén, mert ezek a járművek, nevezzük így, idegen járművek, ezek a föld minden pontján megjelentek már az elmúlt évtizedekben, megjelennek most is, sőt, ami nekem egy kicsit gyanús is, hogy gyakorlatilag minden nap ma is a Földön valahol látják őket. Ez a gyakoriság, ez mondom, egy kicsit úgy gyanúsnak tűnik, de ettől még lehet, hogy igaz. Tehát nem tudom pontosan, hogy mitől most, de ez így van, hát lehet, hogy ez valamiféle áttörést fog eredményezni a Igen, közeli, vagy nem annyira közeli jövőben. pont ez lenne itt a beszélgetésünk vége felé az egyik utolsó kérdésem, hogy téged úgy azonosítanak, mint sci-fi író, vagy mint UFO hívő, vagy UFO kutató, tehát tudjuk, hogy nem, tehát legalábbis akik ismerik a munkásságodat, azért tudják, hogy nem csak Igen, csak tudományos, egy pici része fantasztikus, az így egész, van, ez már egy pici rész. mind a két Mint téma. ahogy Igen. Morricone-ről is azt gondolják, hogy csak Western filmzenéket írt közben, mint a 400-500 filmhez Igen. írt zenét, aminek csak egy töredéke a Western film. De hogy visszatérjek a kérdésemhez, ugye nyilvánvalóan azért ezzel a témával te elég sokat foglalkoztál az elmúlt évtizedekben, és le lehet egy görbét rajzolni, hogyha ilyen nagyon vizuálisan akarjuk elképzelni, hogy valahonnan elindul a történet, valami felé tart, és ugye az előbb említetted is, hogy most már egyre több helyen kezd kiszivárogni egyre több információ. Neked van valami elképzelésed arról, hogy mikorra várható az, hogy ténylegesen megtörténik egy ilyen harmadik típusú találkozás, vagy Spielberg-féle, ugye a filmben is volt ilyen, amikor idegen civilizációval találkozott az emberiség. Igen. Tehát, hogy van valami, szerinted ez a görbe mutat a te olvasatodban valahová? Lehet, hogy mutat, de nem a közeljövőbe. Tehát én ezt már többször elmondtam, és nem mindenki örült neki. Azt mondtam, hogy nem jönnek ide, hiszen már körülbelül jól ismernek minket, de nem azért nem jönnek ide, mert már ismernek, hanem azért nem jönnek ide, mert mi még nem tartunk azon a szinten, hogy őket fogadni tudjuk. Tehát ha az emberiség egy lesz, akkor nyilván másképpen állnak a dologhoz, felveszik a kapcsolatot. De gondoljuk csak bele, hogy ha most akarnák felvenni a kapcsolatot, akkor ugye az egészen más visszhangja lenne a dolognak, ha egy szép napon leszállnának a Pekingben a mennyei béketerén, vagy leszállnának Washingtonban a Pennsylvania Avenue 1600-as és általában fehérnek nevezett ház előtt, Igen. vagy leszállnának Észak-Koreában, vagy leszállnának Vladivostokban. Hát igen.
Igen. Én ezt Vagy olvastam. valahol Afrikában, vagy bárhol. Tehát már annak, ahol leszálltak, annak lenne egy valamilyen üzenete, vagy mi annak hinnénk. És azon kívül, hát akinél leszálltak, az rögtön ellesne valamiféle technikai trükköt belőle, amit természetesen nem arra hasznosítani, hogy átadja az emberiségnek, hanem a saját iparának, haderejének az erősítésére szolgálna. És akik minket itt figyelnek jó ideje, azok ezt tudják. Tehát itt addig, amíg mi szerte mindenféle államokban és érdekcsoportok mentén adakozunk egymással, addig ilyenfajta látogatás nem várható. Én azt gondolom, hogy ez egy végszónak is tökéletes lehet. Köszönöm szépen a nézők, hallgatók nevében is, hogy rendelkezésünkre álltál, és itt fel szeretném hívni a figyelmet, gondolom ezzel egyetértesz, vagy beleegyezel, így, hogy ha valakinek bármilyen kérdése van, akár ezzel a témával, vagy akár más témákkal kapcsolatban hozzád, akkor azt kommentben itt a videó alatt tegye fel ezt a kérdést, és akkor a következő adások valamelyikében visszatérünk majd ezekre a kérdésekre, és akkor megpróbálsz rá válaszolni. Megígérhetem ezt a Természetesen. nézőknek? Jó. Persze, nyilván tegyék fel kérdéseket, még az is lehet, hogy némelyikre tudok majd válaszolni. Na, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és a rendelkezésünkre álltál. Bízom benne, hogy ez a megújított kezdeményezés majd ismét érdekes lesz a nézőink, hallgatóink számára, és akkor buzdítom is a nézőket, hallgatókat, hogy iratkozzanak fel a csatornára. Külön lejátszási listát fogok készíteni Nemere Istvánról, most már van egy pár videó, meg akkor ezeket is hozzátesszük, úgyhogy köszönöm szépen, és jó egészséget, és további jó Én is munkát köszönöm. kívánok.